Jó reggelt, teremtők! Hát először is szeretném kifejezni nektek azt a végtelen hálát, amit érzek a legelső kártyaolvasós videómnak a feltöltése után. Az a rengeteg visszajelzés, ami érkezett tőletek, az valami hihetetlen, és nagyon-nagyon nagyon-nagyon boldoggá tett, hogy ennyire tetszett nektek, és hogy ennyire rezonáltak az üzenetek, és ennyire tényleg megérintettek titeket azok a szavak, amik átfolytak rajtam igazából. És érkezett egy pár kérdés a kártyaolvasással kapcsolatban, meg egy olyan hozzászólás, amit nagyon-nagyon jót mozsolyogtam, az ezotévés kártyaolvasásos történet. Hogy pozitív csalódás volt a videóm, és pont emiatt szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy én hogy látom a kártyaolvasást, hogy látom a tarót, hogy kicsit rendbe tegyem azt, hogy én milyen kártyaolvasásokkal is készülök nektek a jövőben, mert szeretnék sok ilyen videót hozni nektek, pont azért, mert nekem is rengeteget segítettek, viszont nagyon-nagyon fontos ezt is, ahogy minden mást az életben, megfelelő módon kezelni. Én amikor kártyaolvasásról beszélek, vagy egy kártyaolvasást nézek, akkor soha nem egy kőbevésett jóslást érzek benne, amikor mondjuk a jövőről beszélnek, akár megnézek egy videót, hogy mit üzen a szellem mondjuk a decemberi hónapra, mint amilyen videót én is készítettem nektek. Hogyha valami olyan válasz jön át, ami annyira nem tetszik, vagy éppen nagyon tetszik, az nem egy kőbevésett dolog, hogy ez pontosan biztos, hogy így fog történni. Ez szimplán arra az energiára reagál, amiben éppen vagy akkor, amikor kiválasztod azt a paklit. Amikor megnézed azt a videót. Tehát, hogyha olyan választ kapsz esetleg, vagy olyan választ kaptál most, ami esetleg nem tetszett, vagy a jövőben bármelyik videómnál, az nem arról szól, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy nagy veszteség fog érni, hogy ez 100% és így lesz, mert hogyha megváltoztatod az energiádat, akkor elkerülhető az, amit én a mostani energiádból kiolvastam, vagy amit a mostani energiáddal választottál az X-pakli közül. Tehát én, amikor olyan választ kapok egy-egy kártyaolvasásnál, ami esetleg úgy érdekesen hat rám, és azt látom, hogy nem biztos, hogy ebben az irányban szívesen haladnék tovább, akkor leülök és megkérdezem magamtól, hogy mi van most az energiámban, ami arra visz engem. Mint tudok most változtatni, hogy ne az legyen az eredmény, amit ott hallottam. Tehát igazából én ezt is csak egy tanulási formának tartom, és mindig így is néztem ezeket a videókat, hogy vagy megerősített valamiben, hogy jó úton haladok, vagy segített tisztábban látni egy helyzetet, mert egy teljesen más szemszögből meg tudott mondjuk egy kapcsolatot közelíteni, ahonnan mondjuk én nem tudtam. És ezért valahogy az univerzum tudta, hogy ha én megnézem azt a videót, akkor jobban megértem a dolgot, és ezért pont megtalált az a videó, mert éppen pont feldobta a YouTube, és pont rákattintottam. Csupa véletlennek a következménye, persze. Tehát én soha nem úgy olvasok, vagy soha nem úgy fogom ezt megközelíteni, hogy amit te most itt hallasz, az biztos, hogy így fog alakulni, és kész pont. Nem. Én ezt nagyon szerettem volna elmondani nektek, hogy minden egyes kártyaolvasás az adott jelenlegi energiátokra reagál. Tehát, hogyha éppen nagyon-nagyon rossz kedved van, és kiválasztasz egy paklit, akkor annak megfelelő üzenetet fogsz kapni, hogy abban az állapotodban segítséget nyújtsanak a kártyák. Vagy azzal, hogy felhívják valamire a figyelmedet, hogy változtass, mert különben nem biztos, hogy tetszeni fognak a következmények, vagy valamilyen módon megpróbál kibillenteni ebből a helyzetből, vagy csak felhívni a figyelmedet arra, hogy egyébként ilyen helyzetben vagy. De soha nem úgy fog kinézni, hogy a jósok is, tehát hogy ott is mindig, hogyha valaki elmegy egy jóshoz, ő is az adott
energiájára. Lucifer, cicám, ő is az adott energiádra reagál. Tehát, hogyha nagyon-nagyon rossz kedved van, és úgy mész be valakihez, vagy nagyon-nagyon rossz kedved van, és úgy ülsz le megnézni egy kártyaolvasást, teljesen más eredményt fogsz kapni, mint akkor, hogyha veszel egy pár mély levegőt, és összekapcsolódsz önmagaddal, és úgy választasz akár egy paklit, vagy úgy mész el valakihez, aki mondjuk jósolni fog neked, mert nincsen kőbevés egy jövő. Az jövő folyamatosan alakul, és millió lehetőség van egymás mellett, amit te kiválaszthatsz éppen magadnak, az energiád választ, hogy melyik irányba haladsz tovább. Tehát ezek a kártyák inkább felhívják a figyelmedet, hogy mi lehet a következő lépés, hogy elérd azt, amit szeretnél, hogy mi az, amire figyelj jobban oda a következő időszakban, hogy mi az, amire mondjuk a kapcsolatodon belül lehet, hogy jó, hogyha ráviszed a figyelmedet, és még lehetne sorolni. Tehát nem egy kőbevésett dolgot kaptok a kártyaolvasásoknál, hanem egy segítő üzenetet, amin el tudtok gondolkodni, vagy éppen pont megerősít bennetek olyan dolgokat, amiben bizonytalanok voltatok, tehát könnyebb lesz utána tovább lépni. Úgyhogy én mindig ilyen segítségként tekintettem a kártyákra, és pont azért szerettem volna elkezdeni ezzel foglalkozni ilyen formában nektek itt, mivel én elkezdtem nézni egy másfél-két évvel ezelőtt egy amerikai leányzót, akitől egyébként tanulom is ezt az egész történetet, és egyszerűen olyan üzeneteket hozott, aminél folytak a könnyeim, aminél... Tehát a hidegrázás, a könnyekkel küszködés, és még lehetne sorolni, hogy milyen üzenetek találtak meg általa, és szerettem volna hasonlót hozni nektek, hogy hasonló üzeneteket kaphassatok ti is, akár ezen a csatornán. Tehát én emiatt is kezdtem ezt el, és olyan kérdések is jöttek meg korábban egy olyan üzenet, hogy nagyon vigyázzak a kártyákkal, nagyon vigyázzak a taróval, mert az ördögtől való. Először is belemehetnék abba, hogy mi az, hogy ördög. Csak a saját elménk szüleménye, és hogyha elég erősen fókuszálunk valami gonoszra, akkor megteremtjünk, hiszen mi vagyunk a teremtők, és minél többen fókuszálunk arra, annál inkább tényleg egy, úgymond egy entitást szülünk azzal a fókusszal, de a kártya az csak egy kártya. És nem gonosz, vagy nem jó. Az csak egy kártya. És az az ember fogja meghatározni, hogy milyen energiát visz a kártyákhoz, aki megfogja azt a kártyát, és elkezd belőle olvasni. Tehát, hogyha nekem gonosz, negatív szándékom van a kártyákkal, és rosszat akarok vele csinálni, akkor felhasználhatom erre. Csak kérdés az, hogy ez nekem mennyire lesz jó, mert mennyire fog olyan dolog visszacsapódni rám, aminek nem biztos, hogy örülök. Tehát a kártyák önmagukban mitől lennének ördögiek? Ez csak egy papírlap, amin van egy rajz. A kérdés az, hogy te milyen energiával ruházod fel, vagy éppen én milyen energiával ruházom fel, amikor csinálok egy olvasást. Én hogy állok hozzá ahhoz a kártyához? Nekem soha nem volt semmilyen ellenállás bennem, se az ingázással kapcsolatban, se a kártyákkal kapcsolatban, hiszen tudtam, hogy mindig én fogom meghatározni, hogy mi az, amihez hozzá tudok kapcsolódni, és mi az, amihez nem fogok hozzá kapcsolódni. Az ingával is hozzá tudnék kapcsolódni olyan entitásokhoz, olyan energiákhoz, ami nem biztos, hogy kedvező, és ugyanúgy olyan energiákhoz is, ami viszont maga a csoda és egyszerűen hihetetlen felemelő élményekben lehet részem. És ugyanez igaz a kártyákra is. Nem lehet valami az ördögtől való, amikor az csak szimplán úgymond egy tárgy. Varázserővel már én töltöm fel, vagy az, aki éppen használja, és igazából a kártyák szimplán egy segítséget nyújtanak, hogy összeálljon a fejemben az üzenet, amit át kell adnom neked. Különböző szimbólumokat meglátok rajta, különböző jelentések összeállnak a fejembe, és kialakul egy történet, amit át kell adnom. Tehát igazából nekem csak segítenek az illusztrációk, a kártyajelentések abban, hogy összetudjak tenni egy üzenetet, amit fontos hallanod. És semmi többről nem szól. Ezt az üzenetet, hogyha leülnél velem szembe, és kicsit elkezdenék benned olvasni, ugyanúgy átadhatnám kártyák nélkül is, de így viszont, hogy
a távolból próbálom neked úgymond egy videón keresztül átadni ezt az információt, így viszont, hogyha rákapcsolódok arra, hogy mondjuk a harmadik pakli számára mi lesz a szellemnek az üzenete a decemberi hónapra, és ezt a fókuszt megtartom, hogy erre szeretnék üzeneteket, és így kezdem el keverni a kártyákat, és így esnek ki a lapok, akkor viszont ezek a lapok segíteni fognak összetenni nekem azt a történetet, amit átadok. Tehát a kártyaolvasás számomra erről szól, és én így szeretném nektek ezt megmutatni, és így szeretném átadni. Nincs benne se több, se kevesebb. Meg lehet benne találni mindenkinek a varást, és mindenki megláthatja benne az ördögöt is, hogyha éppen azt akarja. Ez az egész talán, hogy az ördögtől való, én úgy érzem, hogy onnan ered, amikor még a boszorkányokat is, meg mindenki olyasmit, aki egy fölsőbb energiával kapcsolódott, azt bántották, megégették, és még lehetne sorolni, hiszen bizonyos rétegek számára soha nem kedvező az, hogyha valaki egyre tisztábban kezd el látni, és például a kártyák nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni az ébredésünk során, nagyon sokat segítenek abban, hogy tudjunk kommunikálni a szellemmel, az univerzummal, a felső bénünkkel, hogyha mondjuk nem vagyunk képesek arra, hogy szó szerint a fejünkben halljuk az üzeneteit, vagy valamilyen módon eljussanak hozzánk, akkor ha valaki vesz egy kártyapaklit és elkezdi keverni, és egy bizonyos kérdésre fókuszál, akkor a lapok segíteni fognak neki választ kapni attól, akitől szeretne információkhoz jutni. Tehát én így látom a kártyaolvasást, és ilyen módon szeretnék, ebből a megközelítésből szeretnék nektek kártyaolvasós videókat hozni, hogy segítségetekre legyen, és ne megijesszem bárkit, hogyha valami olyan üzenetet hall, ami esetleg nem tetszik. Én tényleg olyan szeretettel töltöm meg azokat a kártyákat, hogy amit láthattatok a videóban is, hogy néha olyan lelkes lettem, hogy úgy hadartam, hogy utána a szerkesztésnél csak röhögtem magamon, hogy na ebből most így mi lesz. Tehát soha nem maga egy tárgy fogja eldönteni, hogy az ördögi vagy éppen sem. Mindig a használója az, aki feltölti energiával, és lehet úgy egy jóslást végezni, lehet úgy egy kezelést végezni, lehet úgy egy kártyaolvasást végezni, hogy az érezhetően ne legyen hiteles, és hogy az érezhetően valami olyan helyről jöjjön, amikor az ember csak kitalál valamit, amikor valamit csak nagyon el akar adni, és még lehetne sorolni, vagy ugyanezeket lehet egy olyan megközelítésből, egy olyan energiával végezni, amikor tényleg hatásos lesz, és tényleg hiteles lesz valami. Ez lehet egy... akár egy reiki kezelés. Nekem is volt már olyan kezelésben részem, amikor úgy... Most ez mi? Mert egyszerűen nem éreztem azt, hogy tényleg azzal az alázattal, azzal a hálával állna ott a kezelő mellettem, ami szükséges akár egy ilyen munkához. Vagy éppen egy kártyaolvasás, hogy volt, amikor olyan ember vetett nekem kártyát, akire én éreztem, hogy fejből próbálja kitalálni, hogy Jézusom, itt van mondjuk egy medve, akkor most ez a medve, ez mi volt ez a medve? És megpróbálja akár felidézni, hogy mondjuk a kiskönyvben, vagy mit tanult arról a kártyáról, ahelyett, hogy csak hagyná, hogy átáramoljon rajta egy üzenet, ami számomra egy sokkal nem jobb. Ami számomra kedvezőbbnek tűnik, hogy így közelítsem meg, tehát én nem az leszek, aki a tradicionális taróolvasásokat hozza nektek, és minden kártyának bemagolja a jelentését, hanem én az leszek, aki olyan kártyaolvasásokat hoz neked, hogy ránézek a kártyára, tudok egy-két dolgot róla, hiszen nem véletlen végzem a tanfolyamot, de inkább hagyom, hogy egy csatornázott üzenet megjelenjen számotokra, ami csak átáramlik rajtam, mert valamit felkeltett bennem az a kártya. És lehet, hogy értelmet sem találnék én Viviként az elme szintjén abban, amit mondok, de közben meg mégis egy olyan üzenet áll össze, hogy a végén én is csak így nézek, hogy wow, ez erős. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani nektek a kártyaolvasásokról, és hogyha esetleg nem láttad volna az előző videót, az első kártyaolvasásomat, akkor a videó alatt megtalálod a linket hozzá.
Én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire tetszett nektek, és hogy ennyire sok pozitív visszajelzés érkezett, hiszen nagyon-nagyon élveztem elkészíteni, annak ellenére, hogy ez most egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt számomra, és nem egy olyan videó, ami így készül, hogy csak leülök, és kész van, és már szinte nem kell vágnom, szerkesztenem, stb. Csak a kötelező köröket lefutni. Azért egy kemény munka volt mindezt összetenni, viszont ennek ellenére nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy pont ezért örülök annak, hogy nektek is tetszett, és hogy ilyen hatást váltottak ki ezek az üzenetek belőletek. Úgyhogy szeretnék még ilyen videókat hozni. Akár leírhatjátok egy hozzászólásba, hogy milyen kártyaolvasást szeretnétek látni, aztán meglátom, hogy melyik az, ami leginkább megszólít, és hozok nektek legközelebb is ilyet. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy most is velem tartottál, és hogy itt vagy velem. Lehet, hogy új vagy, lehet, hogy már X ideje követsz, de nagyon-nagyon hálás vagyok érted, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ma is. Hát, igen, ennyit szerettem volna mára, azon kívül, hogy ne felejtsd el azt, hogy egy igazi csoda vagy, és hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre emlékeztesd magad, és ezért most emlékeztettelek én rá. Úgyhogy legyen csoda szép napod, és sikerekben gazdag teremtést kívánok!